Na. Szevasztok, én Márko vagyok, és folytatjuk a lekezett projektet. Az előző videó végén, vagy videó alá rengeteg pozitív vélemény született, úgyhogy ezt most szeretném nektek nagyon megköszönni. Annyi lenne még, hogy változtattam egy felállást, nem tudom, hogy ez mennyire jó, de én szerettem volna már eddig is megváltoztatni, ugyanis ide kellenek a szélső játékosok is. Úgyhogy most átteltük egy 4-5-1-1-es felállásra. Úgy csináltam, hogy ahogy átraktam abból a felállásból, ebbe a felállásból azokat a játékosokat, amik Norrérek voltak, azokat hagytam Norrérbe, és akik Rérek maradtak, azokat beraktam ugye Rérbe. Úgyhogy most egy ilyen született, úgyhogy remélem, hogy ez is jó lesz. Nem tudom, mire jó ez a felállás, viszont egy játékos mindenképpen szeretnék mutatni, aki elég combosnak ígérkezik, és az Pereira lenne. 2000 coinért vettem, nagyon jó áron vettem, de nincs a piacon. Tehát ő volt az egyetlen egy a piacon, és azóta se találom, úgyhogy biztos tudhat valamit, hogyha ennyibe került. 92-es futása van, az elég combos, jó, 62-es lövés, de azért az a 77-es fizikum is befigyel, tehát nem lehet olyan egyszerűen fellökni a drágát. Próbáljuk ki. Addig énekeljünk egy szép dalt. Ülök a szobámba, púsan egyedül, és egy álomra gondolok. Nézem a p***ámat, sírva fakadok, hát ez bizony berogydásodott. Nyelvő majd szó. Mi bezajszó? Na! Hogyan tettek már az egyéb? Hogyan fogják jövök? Na! Végre! Ezt nem hiszem el. Ennyi időt kell várni egy csicska meccsre. Fernandinho, Lón, Jesús Navas. Ennyi van, aki így ismerek. De szép a jobb belső átvét. Szép, igazi szép fiú. Na. Laka. 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 Ennyi gyerekek. Nekem csak egy lakázat kell. Néha nem tudok játszani a gyerek. Mit csinálsz? Nem tudom elvenni, hogy a f... Ez most egy ilyen meccs lesz? Nézd meg, nézzétek meg. Mit csinál a védelem? Elfut mellette? Hát ebbe beszarok, Jesús Navastól ilyen gólt kapok. Ezt komolyan Lacazette így lőtt el? Hát ezt nem hiszem el. Nem kellett volna előni. Én hülye állat. Mehettem volna, nem volt mögöttem senki. Na, Pereira! Add be jól! Mondom, jól. Na! Gratulálok, hova passzolod ezt a szalat. Pereira, mekkora állat? Lacazette ma nagyon kis, fogykos. Labda volt, bazd meg, labda volt! Hanyadik! Egy-egyes, két olyan gól, hogy lefogy, nézzétek meg, bazd meg, lövés arányt. Egy lövése volt ennek a buzinak, az is bement. Úgy látszik, kilépett az ellenfelünk. Kurva anyját, ennek a buti, a Rudinak, vagy ki a Rudinak. Kamerás,
Na, generáltunk 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 9-es, 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 9-es, igen. Nagyon ez az erősség. Na, folytatjuk akkor a következő meccse. Ez egy jó Bundesliga csapatnak tűnik, csak a támadósor valahogy így nem értem, hogy került oda. Na, de mindegy. Les volt. És miről beszélni, hagyja meg őket. Csicska. Az nem volt les. A bokámat lefosom ilyenkor már. Götze Hernández, beúszta a kemény gyerekeket. De most mit csinálsz? Elesik saját magába a védő. Nézd meg! Ennyi szene. Ez már hanyadik lövésem volt, komolyan. És még így is netes, hogy bemegy. Az 11-es ez az! Be kéne lőni. Ne laggolj, úristen, hogy laggol ez a szar. Jó. Nagyon csúnya 11-es. Már reménykedtem, hogy lekezett Mester 3-as. Jó, lefújtál. Na szóval, vissza fogom állítani az előző felállást, az ennek a csapatnak jobb volt. Lássuk milyen csapat. Így! Germinho, Dybala, Itur, na futó bolondok. Ja, becs! Az a patika, és... Orne. Viszonylag egészen. Mint hogy a kapus kezéről ment volna, mert már egy kicsit, na mindegy. Lényeg, hogy gól. Igen, most viszont olyat csinál Dybalával a gyerek, amit... Nézzétek meg jól! Hogy 35 emberrel próbáltam fellökni. Egymás után, és Dybala lép, Dybala kemény gyerek. Egy-egyes állás. A védelmem a szó szerint egy nulla. Ha kéne... Te beszartam. A szar is vigyázz már benne. Ez az! Kapufáról! Baszta kurva! Ki lőtte ezt? Ki volt az az állat? Jó, ez itt még lekezett, de nem ő lőtte végül. Igen, beleért! Mendi beleért! Úgy ment be, mert meg kapus kiszedte volna. Az a rohadt élet! Ez az! Végre! Lefújta, cserélünk még egy. 1-es, 2-es, 3-as, 9-es. 1-es, drága! Bucser barátomtól, aki viccen kívül egy nagyon jó kapus volt.
így néz ki most a csapat. Következő részben folytatjuk. Én Márkó voltam, szevasztok!